Jó estét kívánok! Önök a kilátót látják. Nézzük először, mi került mai műsorunkba. 10. bányász-kohász erdész találkozó Egerben. Több mint 10 000-en a Fesztegeren. Nemzeti bormaraton. A Szilvásváradi Specialized Maratonnal megkezdődött a Top Maraton sorozat. Egerben rendezték a 10. bányász-kohász erdész találkozót. A három hivatás képviselői azért ünnepeltek közösen, mert ezeket a szakmákat oktatták az első műszaki főiskolán, a Selmecbányai Akadémián. A bányász, a kohász és az erdész szakma a Selmecbányai Akadémia miatt fonódik össze, ahol 1735-ben kezdődött meg a bányatisztképzés. A két évente rendezett találkozóra a határon túlról is érkeztek vendégek. Fontos is, hogy őrzik a hagyományokat, tekintve, hogy bányászat és kohászat alig folyik Magyarországon. Ez a három szakma, a kohász, az erdész és a bányász gyakorlatilag együtt tanult, és hát innét ered a közös gyökér, a barátság, és ez mind a mai napig megvan. Itt most a 10. ilyen találkozót rendezzük, két évente rendezzük meg ezt a találkozót, tehát gyakorlatilag a 90-es évek, 90-ben indult, és azóta van folyamata. Tehát magának a találkozónak sokkal kisebb a hagyománya, mint a bányász-kohász erdész hagyományok és a gyökerek. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz szakma, helyzetben vannak, ha kezdjük a kohászattal, gyakorlatilag ténylegesen a kohászat Dunaújvárosban úgy, ahogy működik, máshol mindenhol megszűntek, viszont nagyon büszkén mondhatom, hogy a kohászaton belül az öntészet, a nyomásos öntészet hihetetlen magas mutatókat, eredményeket ért el a világ legnagyobb autógyárainak a beszállítói. Az erdészek dolgaiban nem vagyok annyira járatos, ott inkább csak a barátság, a bányászat dolgai, tudjuk, hogy a hagyományos mélyművelésű szénbányákat bezárták Magyarországon, annak ellenére, hogy nagyon komoly ásványvagyonnal rendelkezünk. Egyesületünknek is egyik fontos feladata, hogy a szakmánk újra pozícionálását végezze, illetve segítsen a politikai döntéshozóknak korrekt információkkal, hogy kihasználjuk azt, ami a lábunk alatt van, mert annál soha nincs olcsóbb. Hisz ha kitermeljük, munkahelyet teremtünk, adót fizetünk, szakmakultúrát őrzünk meg, és én mindig azt mondom, hogy lehet a bányászatot szidni, de mindnyájan szeretnénk jól élni, és a jólétünk alapja a természeti erőforrások elvétele a természettől. Itt inkább a helyes egyensúly megteremtése az, ami nagyon fontos. Bányászat biztos, hogy lesz Magyarországon, a gazdaság ki fogja kényszeríteni, a kérdés az, hogy mikor. Mi azt szeretnénk, ha nem 50 év. A találkozó másnapján a résztvevők bányász és kohász fúvó zenekarokkal vonultak föl a belvárosban. A nemrég elkészült első magyar átfogó zeneipari jelentés volt a legfőbb témája a harmadik alkalommal megrendezett kétnapos Music Hungary zeneipari konferenciának. A Bolyki Völgyben zajló rendezvény kísérő programja az Éter Tehetségkutató Fesztivál volt. A fesztiválnyitó Fesztegerre idén több mint 10 000-en voltak kíváncsiak. Nemrég jelent meg egy hiánypótló, átfogó zeneipari jelentés, mely többek között a magyarországi zeneipar jelenlegi helyzetét, problémáit, gazdasági súlyát vizsgálja. A harmadik alkalommal megrendezett Music Hungary konferencia témái e jelentésre épültek. Azt keressük nyilván, hogy hogyan lehetne ennek az iparágnak megoldani azt, hogy fejlődni tudjon, akár a nemzetközi versenyben helytállni, akár a tehetséggondozástól a zeneoktatásig sok területen hogyan lehetne erősíteni a befogadó közeget. A tanulmány európai összehasonlításban vizsgálta meg a magyar zeneipar helyzetét. Alapvetően azt néztük meg, hogy a zeneiparban mennyi jövedelem keletkezik, mekkora bevételek keletkeznek, ez milyen foglalkoztatottságot teremt. A zeneipar a legnagyobb foglalkoztatottságot teremtő kreatív iparág,
milyen adózási viszonyok között működik, és hát elsősorban az, hogy mennyi új magyar zene születik, mennyi dalt írnak meg ebből, mennyi kerül kiadásra, és mennyi kerül a közönség elé koncerteken. A konferencián szó volt még többek között az internet felhasználásának hatásáról, a kormányzat és a könnyű zene viszonyáról, és a Cseh Tamás programról is. Egy éves a Cseh Tamás program, melyek a pozitív eredmények? Ugye a Cseh Tamás program egy néhány év szünet után így feleleveníti a hajdanán volt punk programnak a célkitűzéseit, sőt kibővíti ezeket a célkitűzéseket anyagi és minden egyéb értelemben is. Ugye a punk az a program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért volt, aztán volt egy néhány éves pauza, nem volt könnyűzenei támogatási program, és hál' Istennek tavaly ismét van ilyen szándék a kormányzatban. Nagyon pozitív célokkal, szertágazó célokkal, induló zenekarokat, és elsősorban induló zenekarokat támogató ügyekkel, ilyen az előzenekaros program, az első lemez támogató program, és végre először egyébként a magyar könnyűzenei támogatás történetében olyan összegekkel, amik már szemmel láthatóak és érezhetők, és tényleg hasznos, látványos dolgokra fordíthatók. Az üres hordozó díjaknak az a 25%-a, amelyik átkerül az NK-hoz, ez 2 milliárd forint lesz ebben az évben. Hogyha az eddigieket nézzük, akkor ennek eddig a 40%-a volt az, ami a Cseh Tamás programot gazdagította, de ez egy állami döntés, ezt most még nem lehet pontosan tudni, hogy most is ekkora összeg, vagy akár ennél nagyobb összeg fordítódhat a Cseh Tamás program céljaira. A kétnapos rendezvényen többek között zenészek, jogvédők, rendezvényszervezők, politikusok vettek részt. A program kísérő rendezvénye az Éter Tehetségkutató Fesztivál volt. Véghajtjuk a dalokat, milyen a dal, dalszerkesztés, érteni a szöveget, akkor is ha angol, akkor is ha magyar, már mint hogy artikulál-e, szépen énekli a delikvens a dolgot, akkor a hangszeres tudásuk egyenként összességében milyen a hangszerelés, az is fontos, hogy egy nagy színpadi cuccon, ahol lehet, hogy bizonyos zenekarok először játszanak, hogy szólal meg a dolog, mert itt nagyon jók a körülmények, a próbahely az egy teljesen más dolog, illetve és még van ez a bizonyos jelenlét, tehát azt is figyeljük. Egyrészt abba akár, hogy hogy öltöznek fel, vagy hogy néznek ki, vagy hogy mutatnak együtt, meg hogy figyel. Én mindig azt szoktam mondani, hogy figyelem-e, tehát kit figyelek a zenekarból? Figyelek-e valakit egyáltalán, vagy elkezdünk beszélgetni nagyon ilyen, hát nem azt mondom, hogy paraszt módon, de hogy annyira érdektelen esetleg. És ha viszont van kit figyelni, ez lehet akár csak a dobos, a leköt, meg élvezet nézni, amit csinál, vagy amit élvezett hallani és nézni, ahogy csinálja, akkor ez már önmagában elég arra, hogy megmaradjon, felkeltse az érdeklődést, és utána lehessen vele valamit kezdeni, akár az egész zenekarral, vagy megmondani, hogy válts zenekart, mert csak te vagy ebben, jó? Szóval én szerintem ez egy ilyen egyszerű és komplex műfaj, hogy ki tehetséges, ki nem. Mutassuk be először a zenekart. Hányan vagytok, honnan jöttetek, milyen zenét játszotok? A nevünk Afrodiziákum, Kecskemétről jöttünk, 8-an vagyunk jelenleg, és reggi zenét játszunk. Először vagytok itt az étteren, miért tartottátok fontosnak, hogy tehetségkutatón elinduljatok? Korábban is szerepeltünk már tehetségkutatón, és akkor is azt éreztük, hogy pozitívan jöttünk ki a dologból, tehát megérte elindulni, egyrészt jól szerepeltünk, másrésztről pedig voltak egész jó is következményei, úgymond a dolognak, és úgy gondoltuk, hogy ez is egy nagyon komoly tehetségkutató, ahol érdemes elindulni. Ki tudja, mit hoz a jövő, talán itt megismernek olyan emberek, akik eddig nem ismertek, vagy olyan producerek akár. Úgyhogy ilyen szempontok vezéreltek minket, amikor eldöntöttük, hogy elindulunk ezen az Éter Fesztivál versenyen. Miskolcról, illetve Kazincbarcikáról érkeztünk. Tulajdonképpen egy ilyen modern metal felállást játszunk, metalcore, hardcore elemekkel, tehát kicsit súlyosabbakat fogunk játszani, mint az eddig hallottakat. Igazából ez egy ilyen vékonyabb réteget fog meg itt az országban, de ettől függetlenül mi nagyon szeretjük, és
ezt szeretnénk játszani, és megmutatni így a megyében, hogy itt is vannak. De inkább Budapesten vannak ugye nagyobb zenekarok ebben a szcénában, és akkor mi szeretnénk ilyen színfoltja lenni itt a keleti megyének. Most hallottunk először az Éter Fesztiválról, de amint meghallottuk ezt a lehetőséget, mindenképp szerettünk volna élni vele, pont azért, ami Dávid is említett korábban, hogy tulajdonképpen kevesen tudnak még arról, hogy ez a stílus, amit mi képviselünk, ez Magyarországon az underground szinten milyen szinten van jelen, és mi ezt szeretnénk kicsit továbbvinni, megmutatni azt, hogy kemény zenét lehet úgy is játszani, hogy az dallammal is, érzelemmel is, értelemmel van megtöltve. Nekünk tulajdonképpen ez a fő célunk. A tehetségkutató és a konferencia mellett megnyitott a kapuit a térség legjelentősebb zenei fesztiválja is, a Feszteger, melyet másodjára szerveztek meg a Bojki völgyben. A háromnapos fesztiválon fellépett többek között a Kowalski meg a Mega, a Queen Bee és az utolsó turnéjukat járó Heaven Street Sound zenekar is. Magyarország egyik legnépszerűbb rockzenekara a 26 éves Tancsapda is színesítette a zenei palettát. Most kicsit ilyen patetikusan hangzik, vagy ilyen nagy szavaknak tűnik, de mi minden koncertre igyekszünk úgy felkészülni, hogy ez a lehető legjobb koncert legyen az adott helyszínen, az adott körülmények között. Ez lehet egy kis klubkoncert, lehet egy nagyobb sportcsarnok, lehet egy szabadtéri buli, mint a mai is lesz. Igazából erre a viszkis bulira külön nem készülünk. Értelemszerűen az amerikai turnéra egy olyan műsort fogunk összeállítani, ami nem kimondottam, hogy csak az új lemezzel foglalkozik, hanem az egész a zenekar teljes történetét veszi górcső alá, hiszen ez lesz az első észak-amerikai túrénk, értelemszerűen egyfajta best-of műsorra készülünk ezekre a bulikra. A pénteki napon az egri kötődésű Rúd zenekar is koncertet adott. A mai nappal indul a nyári fesztivál szezon, úgyhogy már nagyon várjuk, egyrészt ezért, mert mi nálunk tényleg most indul a nyár, másrészt pedig azért, mert nekik igazából szívünk csücske eger, tehát én szoktam volt azt sűrű hangoztatni, hogy a mi fővárosunk az nem Budapest, hanem Eger, és ezt tényleg így is gondoljuk, úgyhogy nagyon örülünk ennek az együttállásnak, hogy a nyárindulás és az egri koncert az a mai napon itt fog megtörténni. Idén több mint 10 000-en látogattak ki a Fesztegerre, a Bojki völgybe. Múlt héten szombaton érkezett Egerbe a Nemzeti Bormaraton, a hazai borvidékeket összekötő futóverseny. A szervezők a leghosszabb maratonváltó világrekordjára törekedtek. 11 nap alatt 2573 kilométert futottak a csapatok. A Nemzeti Bormaraton május 23-án rajtolt a Bács-Kiskun megyei hajósról. Oda is térnek vissza a futók, akik váltóban teszik meg a 2500 kilométeres távot. A 22 borvidék 102 települését érintő futás egyes helyszínein programok, boros rendezvények kapcsolódnak a maratonhoz. Így volt ez Egerben, az Eszterházi téren is. A Nemzeti Bormaraton alapötlete az volt, hogy futással kössük össze Magyarország mind a 22 borvidékét, ezáltal a kevesebb fókuszt kapó vagy kevesebb nyilvánosságot kapó borvidékekre is ráirányítva a figyelmet. A futás az az eszköz, azt gondoltam, hogy az az eszköz lehet az emberek megszólítására, ami tulajdonképpen a legkönnyebben elérhető mozgásformát is jelenti, és így jött az ötlet, hogy ez legyen a Nemzeti Bormaratonnak a témája. Eger a 8. napnak a kiemelt helyszíne a Nemzeti Bormaraton kapcsán. Ide érkeznek be a futók Verpelétről egy félmaratoni táv után, majd innen folytatják tovább az éjszakába, Bogács irányába a futást. Emellett a kilátogatókat még a támogató partnereink jóvoltából programokkal, kulturális rendezvényekkel, koncertekkel várjuk. A leghosszabb maratonváltó világrekord kísérletet is megkívánjuk dönteni a Nemzeti Bormaratonnal, aminek a sajátja az, hogy a 11 nap 0-24 órában megszakítás nélkül teljesítenénk a 2573 kilométert. És ezáltal éjszaka is folytatódik a futás. Itt a Honvédelmi miniszter úr jóvoltából a HOSOSZ, a katonák tulajdonképpen segítenek nekünk teljesíteni az éjszakai szakaszokat.
Szombaton este maguk a futók is a térre értek, akiket Jakab István, az országgyűlés alelnöke köszöntött. Az egészséges élet, a sport, a kulturált borfogyasztás, a jó minőségű, magas minőségű bor, a kiváló minőségű élelmiszerek, ezek együtt adják az egészséges életet, a teljes életet. Meggyőződésem, hogy az emberek azért a médián keresztül érzékelik, értesülnek róla, az, hogy nagyon sok önkéntes vállalta ezt a hatalmas távot, hogy lefutja, ez jelzi azt, hogy az emberekben benne van az akarat, benne van a szándék, és a vágy arra, hogy teljesítsenek. Én hiszem, hogy ezek az emberek, akik itt most teljesítettek, akik nem profi sportolók, ők jó szívvel és hatalmas kitartással futották le a távot. Hiszem, hogy az ő egészséges életvitelük példa lehet a mások számára. És van egy igazi, csodálatos magyar mondás, hogy nincs olyan hosszú életünk, hogy rossz bort igyunk. A kulturált borfogyasztás, a minőségi borok kulturált fogyasztása, ez az egészséges élet része. Ezt kell megtanulni, ezt kell átvenni, és e szerint kell élni. A futók Verpelétről érkeztek Egerbe, ahol emlékérem és persze bor várta őket. Hogy ízlik az érem? Elég aranyos. Nagyon édes. Megdolgoztunk érte, úgy érzem. A váltófutás azonnal tovább is indult, az egriek éjszaka Bogácsik teljesítették a következő szakaszt. Egri honvédesének vagyunk a csapata, és a honvédségi sportegyesületek felosztották egymás között ezt a nemzeti bormaratonnak az egész távját. Az egri honvédese 4 szakaszt vállalt ebből a különálló verseny részekből, Egertől egészen Edelényig, az összesen 80,1 km talán, és különböző távokra van ugye ez osztva, 4 szakaszra. Ugye az első szakasz ez a Bogácsi szakasz, ez 17 km, utána van egy 16 km-es, aztán Miskolcon van egy hosszabb, egy 31, meg utána van egy 21 km-es. És mi ebből elvállaltuk ezt a 4 szakaszt, és utána egy másik egyesület vált majd minket. Hát durván, hogy az egész éjszakát végig fogjuk futni, és reggel 6 óra körül érkezünk oda. Akkor nem egy hálás időpont számotokra éjszaka kell futni? Igazából mindannyian egy futószakosztályt képviselünk, tehát mi szeretünk futni. Nagyon sok versenyen indulunk, és nekünk ez nagyon jó kihívás, meg ha már Egert képviselhetjük, ez külön öröm nekünk. Ráadásul, ha a honvédség szóba kerül, akkor a futás, meg az erő az ugye adott. Szerintem a bor is közel van a katonasághoz. Hát közel van a katonasághoz. Ugye jó páran a csapatból nem katonák, tehát az egyesület neve igazából az, hogy Egri honvédese. Valamikor ugye a laktanyába indult ez az egyesület, de hogy bezárták a laktanyát, 4 szakosztállyal továbbra is működtetjük. Ugye a miénk az egyik. Nagyon sok nyugdíjas volt, katona nyugdíjas van benne, valaki máshol dolgozik, de tovább folytatjuk, ez a lényeg. Nagyon fontosnak tartom én azt, hogy az egészség, mint a sport, és a bor, mint az egészséges borfogyasztás, ez összekapcsolódik ebbe a futásba. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom azt, hogy sokan nem tudják, én magam sem tudtam, nagyon sokáig még nem kezdtem el foglalkozni ezzel a bormaratonnal, hogy ez a kis Magyarország, ez a kis hazánk, mennyire sok csodát rejt magába, természeti értékeket, a 22 történelmi borvidékével, azokat a kis dombokat, lejtőket, ami mind saját maga mindegyik egy-egy kis titok, és ezt én eddig tényleg nem foglalkoztam vele, és végignéztem azt a térképet, amelyeken végigfutnak azok a hősök, akik ezt megcsinálják. Fantasztikus teljesítmény, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ismerjük meg hazánkat is. A Nemzeti Bormaraton június 4-én ér célba Hajóson. A szilvásváradi Specialized maratonnal megkezdődött a kerékpáros topmaraton sorozat. A férfiaknál a hosszú távot Burucki Szilárd nyerte. A verseny nagyon szoros volt, 1 és 4 másodperccel előzte meg csupán a második és a harmadik helyre befutó Víg Zoltánt és Blazsó Mártont. A versenyre több mint 1300-an neveztek, idén már minitávon is lehetett indulni, ez 25 kilométer volt. Gyerekversennyel kezdődött szombaton a 14. szilvásváradi kerékpáros maraton. A Titán kupára 80-an neveztek, U9-estől U13-as kategóriáig.
A legkisebbek egy kört mentek, korcsoportonként ez 1-1 plusz körrel bővült. Az U11-es kategória győztese Horváth Bence lett. Elején nagyon elúsztam, de a második körben már nagyon kezdett feljebb jönni, és mégis meg tudtam csinálni ezt a szilvásváradi versenyt. Mostani versenyre miért neveztél, mostani szilvásváradira? Hát azért, mert jó tavaly is beneveztünk, jó a pálya. És tavaly mit értél el, hanyadik lettél? Második. Hát akkor van esélyed most is. Igen, csak tavaly kisebb csoportban voltam. A gyerekeket nem csak versennyel várták ezen a napon, az önkormányzat és az idegenforgalomban érdekeltek előgyereknapot is szerveztek. A Ménes Gazdaság például lovaskocsival, lovagoltatással várta a kicsiket, még egy római fogat is begördült a pályára. Szeretnénk közelebb hozni egy kicsit a gyerekeket a lovakhoz, éppen ezért biztosítunk lehetőséget, hogy föl tudjanak ülni a nyerekbe, fogatra tudjanak ülni, sőt még egy római fogatot is hoztunk, hogy a több ezer évvel ezelőtti fogatolási módot is megismerhessék. A kisvonattal érkező ifjú pár is a pályán kötött ki. Itt tartották ugyanis a lakodalmat. Ez volt a hazai maratonok történetében az első bicajos lagzi. Másnap az ifjú férj rajthoz állt. Rajthoz állok, azt nem ígérem senkinek, hogy befejezem a versenyt idén. Szerintem a lokomotív étteremnél feladom a versenyt. Hogy találtátok ezt ki, hogy itt a maratonon lesz a lagzi, az esküvő nem is, de a lagzi, igen? Tettem egy felelőtlen ígéretet a Tarnai Csabának. A Bükkmaratonon kértem meg a páromnak a kezét, szintén egy mountain bike verseny, és azt ígértem, hogy ha ott megkérem, akkor itt elveszem. Vasárnap 4 távon vágott neki a több mint 1300 kerékpáros az idényitó maratonnak. Az eddigi 3 táv kiegészült egy rövidebb távval. Aki ezt választotta, 25 kilométer tekerhetett a Bükkben. Azért volt rá szükség elsősorban, hogy az egyébként is egyre népszerűsödő kerékpározást még több ember számára elérhetővé tegyük. Ugyanis ez a táv, ahogy a neve is sugallja, nem a technikásságot, a nehézségét bővíti a maratonoknak, hanem ez egy még inkább könnyebb, még több ember számára elérhető, illetve teljesíthető táv. Mind szintben, mind távban rövidebb, mint az összes többi, az eddigiek, és azok számára is merjük ajánlani, akiknél a kerékpározás tényleg egy nagyon-nagyon hobbi. Hallottam, mert nagyon vagány a trasszé, és mert nem olyan nehéz. Nem is volt nehéz a pálya? Nem, könnyű. Mi volt a legnagyobb nehézség benne? Mikor lementünk, volt sok kő. Kanyarba jöttem le gyorsan, és akkor a sáron megcsúszott a hátsó kerekem, azt dobtam. Vagyis hát elcsúsztam inkább, úgy mondom. Tegnap pont attól tartottak még, hogy azért lesz több baleset, mert hogy túlságosan száraz, meg túlságosan gyors a pálya, de akkor ez nem igaz? Hát nem. Nem igazán, mert a sár is azért számít, és így könnyebb elcsúszni, hogyha nem figyelsz oda. Mennyi idő alatt sikerült teljesítened? Hú, ahogy most néztem, szerintem 1:30 környék, nem tudom pontosan, de szerintem az a környéke. És ez jónak számít nálad? Én örülök neki. A fölfelé az nagyon kemény volt, az nagyon fájt. Aztán síkon nehezen felértem a srácokra, aztán utána megint leszakadtam, ott nagyon nagy volt a tempó, aztán lefelé próbáltam inkább a biztonságra menni, tartani a pozíciómat, és ez szerintem sikerült. Nagyon szuper volt a pálya, fölfelé tudtam menni ott a középmezőnyben, és utána elkezdtem ragadni a Barnabásra, szépen mentem föl, és ott a felén körülbelül utolértem. Onnan együtt mentünk egészen a tetejéig, és lefelé pedig lehagyott, mivel ő lefelé sokkal jobb, mint én. Hogy sikerült a verseny? Szerintem nagyon jól, és hát a felfelé az nagyon kimerítő volt. És mi történt itt veled a végén? Hát annyi, hogy jöttem nagy lendülettel, nem tudtam bevenni a kanyart, és ugye még kavicsok is voltak, hát és akkor így elestem. De azt mondtad, hogy észre se vetted, hogy megsérültél. Szerintem azért, mert annyira siettem. 2013-tól ott a Siket olimpián részt vettünk, ahol Bulgáriában volt. 35. helyből a 18. helyet ért el, de azt úgy kell értelmezni, hogy olimpián sok halálsérült van ott, és ott 18. helyet ért el 35-ből. Most továbbra is tartja az eredményt, ha most nemzetközi halálsérültő verseny lesz.
középtávon Kleppe a belga bizonyult a leggyorsabbnak, tavaly ő hosszú távon ment, ott ért be elsőként. Most a 107 kilométeres távot nagy csatában Burucki Szilárd nyerte, 1,4 másodperccel megelőzve Víg Zoltánt és Blazsó Mártont. 4 óra 13 perc 26 másodperc alatt tekerte le a 107 kilométert. Hárman voltunk, onnantól kezdve egymást váltottuk, húztuk, és a utolsó lejtőn ott dőlt el az egész, meg itt végén a sprintbe futónál. Sikerült a Zoli előtt belső éven bekanyarodni, és onnantól mindent beleadtam. Én gatya sprinteltem, ahogy bírtam itt a kanyarokba, és úgyhogy meg gyorsabb voltam a végén. Érezted magad előtte, hogy ennyire felkészült vagy? Igen, azért már voltak jelek, hogy jó erőben vagyok, de arra nem számítottam mondjuk, hogy meg is nyerem. A szilvásváradi Specialized Maraton a 12. Top Maraton sorozat első állomása volt. A következő verseny július elején a Duna Maraton lesz, ezt követi majd a Bükk, és augusztus végén a Mátra Maraton. Hölgyeim és uraim, önök a Kilátót megyei magazin műsorunkat látták, legközelebb egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra!